Már a találkozó elején 4 pontos hátrányba került a haladás. A bajukat csak tetézte, amikor 10-5-nél az egyik kulcsemberüket is elveszítették a vendégek, Henezis Miranda tért problémák miatt kényszerült elhagyni a pályát. Többsebből vérzett a szombathelyiek játéka, a nyitásfogadásokkal és az átlövésekkel is gondok voltak, folyamatosan nőtt a csapatok közti különbség. 24-16-nál bár 2 játszmalabdát is hárított a Hali, a harmadik már kifogott Vacsiékon, így 25-18-ra hozta az első szettet az UTE. A második etapban összekapta magát a szombathely, 12-12-nél ugyan 8 ponttal húztak el a lilafehérek, ám ezt 3-ra csökkentették a vasiak. Az egyenlítés azonban már nem jött össze, 25-20-ra ezt a játszmát is hozta az UTE. A harmadik szett hozta meg a várt áttörést a haladás számára, végig kiegyenlített játék zajlott a pályán, de 20-20-nál átvette az irányítást a szombathely, és végül 23-25-re nyert, 2-1-re módosítva ezzel az állást. A negyedik etapban eldőlt a találkozó, bár ebben a játékrészben is mutatott káprázatos feltámadást a haladás, végül nagyon simán 25-14-re megnyerték a lilafehérek ezt a játszmát is, kialakítva a végeredményt, UTE Hungaszt haladás 3-1. A szombathelyi lányok legközelebb pénteken lépnek ismét pályára bajnoki mérkőzésen a Nyíregyháza otthonában.